Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2024. május 16-án este 7 órától. Kezdünk! Közgyűlés, rendőrségi és tűzoltósági beszámolókkal kezdődött a csütörtöki ülés. Várostorta. Az utolsó simításokat végzik a mézes, habcsókos diós süteményen. Nyári szezon, újra zenél a sóstói Szökőkút Park. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Sokat javult a közbiztonság helyzete, csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Nyíregyházán, ez derült ki a rendőrség beszámolójából a csütörtöki közgyűlésen. Az idén 140 éves nyíregyházi tűzoltóság is tájékoztatást adott a 2023-as évről, tavaly kevesebb szabadtéri tűzeset történt, a műszaki mentések száma viszont jelentősen növekedett. A képviselők döntöttek az újabb térfigyelő kamerák telepítéséről is, így hamarosan már 330 eszköz működik a város számos pontján. A június 9-i önkormányzati választás előtti utolsó közgyűlésen szóba került még a kőlaposi gyalogátkelőhely kialakítása és a Júlia fürdő is. Egy hiányzó mellett 21 fő vett részt a csütörtöki nyíregyházi közgyűlésen, ahol 37 napi rendi pontról döntöttek a képviselők nyílt ülésen. A szokott módon a két közgyűlés között történt beszámolóval kezdődött a közgyűlés, majd dr. Kovács Ferenc polgármester szóbeli kiegészítésében közölte, újabb bankautomatákat telepítettek az elmúlt időszakban a városban. Az önkormányzat sikeres megállapodást kötött az MBH bankkal, így a városlakók igényeit figyelembe véve már a búzatéri piaszcsarnoknál, a nyírszőlősi szőlőszemölcsöde mellett, Oroson a főutcán, Kertvárosban a Fészek utcai ABC előtt, és a Tokaj úti vásártéren is kint vannak az új bankautomaták. A bank a szerződésükben további 5 bankautomata kihelyezését vállalta a következő évben. Néhány napi rendi pont előtti felszólalással folytatódott az ülés, elsők között Jászai Menyhért alpolgármester kért szót és kiemelte, az önkormányzat a Csongor és Tölgyes utcák teljes hiányzó szakaszának megépítéséhez rendelkezik engedélyes és kiviteli tervekkel. A két utca építését és felújítását együtt kezeli a városvezetés. A TOP Plus programból kívánnak forrást igényelni, tette hozzá Jászai Menyhért. A nyírszőlőst Sóstóhegyel összekötő úthoz készül a tervezői költségbecslés. Jelenleg vizsgálják a felújítás részleteit, hangsúlyozta az alpolgármester. A terület közigazgatási lakótájhoz tartozik, ez megkerülhetetlen tény a felújítás szempontjából. A Fidesz-KDNP frakció vezetője azt kérte Babosi György ellenzéki képviselőtől, hogy ne vezesse félre a kőlaposiakat, amikor közösségi oldalára feltöltött posztjában úgy fogalmaz, a kőlaposi gyalogátkelőhely kialakításához mindössze 6 csíkra és 2 táblára lenne szükség. A posztban szerepel az is, hogy egy ott élő 2004 óta kérte ezt a zebrát már a korábbi városvezetéstől is. Ez a kőlaposi ember nem régen hunyt el. Talán illett volna nevét kimondani, Szabó Istvánról van szó. 6 csík és 2 tábla. Na, ilyenkor szoktak felvisítani a szakemberek. Én ezt átéltem, hiszen 14 éve vagyok képviselő, és nagyon sok gyalogátkelőhely létesítésében működtem közre. Eperjes utca, Szalag utca, 4-es Huszárok út, Korányi Fügyes, Fábián Zoltán kereszteződése. És évek óta küzdök a kőlaposi gyalogátkelőhely létesítéséért. Képviselő úr, ön még akkor a józsefvárosi képviselőjelöltként igyekezett dolgozni, tevékenykedni, amikor én már dolgoztam a kőlaposiakkal együtt. Ez egy külterületi út, ahol más jogszabályokat is figyelembe kell venni, tette hozzá Halkóné dr. Rudolf Éva. Jó hír viszont, hogy a beruházást sikerül megvalósítani, és gyalogátkelőhely épül a 4-esen kőlaposnál. A 4-es főút a Magyar Közút kezelésében van, állami tulajdonú út, egészítette ki a felszólalást a polgármester. Babosi György erre úgy reagált, Szabó Istvántól idézett, bár a jegyzőkönyvben pontosan így szerepelnek az egykori kőlaposi férfi szavai, legyenek szívesek 6 rubrikát fölfesteni. A Júlia fürdővel kapcsolatban a nyíregyházi városlakók petíciót indítottak, aminek
Hát én azt hiszem már a 2000 aláírást összeszedtük, tudom, most nemrég olvastunk erről valamit, tehát azt szeretném kiemelni, hogy a nyíregyházi lakóknak, lakosságnak szüksége van a Júlia fürdőre. Babosi György kérdésére dr. Podlovics Roland alpolgármester válaszolt, miután, mint a Sóstó Gyógyfürdők ZRT korábbi vezérigazgatója, ismeri a fürdő állapotát. Nem valami jelent meg, hanem a tények jelentek meg. A tények pedig arról szólnak, hogy 1958-ban lett fúrott egy termákút. Ezek a termákút, ez 980 méter talpmélységű. Ezek a termákútnak a vízhozama, amikor én 2011-ben oda kerültem, 2011. február 28-án vezérigazgatónak, akkor már olyan 400-450 liter per perc volt, ami nagyon alacsony ahhoz képest, hogy a kezdeti időszakban 600-700 liter per perces vízhozama tudott. Be voltak szakadva a szívónyílások, rendbe kellett tenni ezt a kutat, és az oka egyébként az volt, hogy 1958-tól 2011-ig senkinek nem jutott eszébe, hogy egy frekvenciaváltót be kellene építeni a szivattyúra. Ez lett volna a hosszú távú biztonságos üzemeltetés alapja, tette hozzá az alpolgármester. Ezt a frekvenciaváltót majd a jelenlegi városvezetés építette ki 2012-ben, most pedig már olyan állapotban van, hogy ki kell cserélni, hangsúlyozta dr. Podlovics Roland. Az engedélyes tervek készen vannak, de az új termálkútnak komoly költségei vannak, ezért a forrást várja hozzá a városvezetés. A csütörtöki közgyűlés rendőrségi beszámolóval folytatódott Nyíregyháza közbiztonságának helyzetéről, a 2023-as évi eredményekről. Ebből kiderült, hogy csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a korábbi évhez képest, valamint a kiemelten kezelt, regisztrált bűncselekmények száma is csökkenést mutat, ez a tendencia 2015 óta folyamatos. Ilyen kiemelt bűncselekmény például az emberölés, a testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, az embercsempészés és a garázdaság. Nyíregyházán számuk az elmúlt évben 1317-ről 1174-re csökkent. Amíg több mint 130 darab kerékpárt loptak el tavaly Nyíregyházán, addig meglepően pozitív, hogy autót viszont egyet sem. Én örömmel tájékoztathatom a tisztelt közgyűlést, hogy a Vármegyei Főkapitányság vezetése a Nyíregyházi Rendőrkapitányság előző évi munkáját a legjobb helyen értékelte a megye rendőri szervei között 2023 vonatkozásában. Én ezúton is köszönöm ezt előjáróimnak, illetve valamennyi munkatársamnak, akik mindent megtettek, hogy ezek az eredmények megszülessenek. De ha beszámolókról beszélünk, azt gondolom, hogy talán mindig a legfontosabb számunkra itt az önök előtti beszámoló, ugyanis itt kapunk igazi visszacsatolást arról, hogy mit tapasztalnak az itt élők, és hogyan látják a mi tevékenységünket. A beszámolóból az is kiderült, hogy a rendőrség intenzív prevenciós kampánya ellenére is tovább emelkedett az online térben elkövetett csalások száma. A nyomozás eredményessége az országos átlag felett van városunkban, a vármegyei jogú városok között az előkelő 9. helyet foglaljuk el, derült ki a beszámolóból. A közlekedés biztonság javítása érdekében a fokozott közúti ellenőrzések végrehajtásán túlmenően széleskörű baleset megelőzési tevékenységet folytattak 2023-ban is. A jövőre vonatkozóan több célkitűzése is van a hatóságnak, ezek közül az egyik kiemelt a kábítószerrel és az új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekmények elleni következetes és hatékony fellépés. A részletes beszámolót és a hatóság munkáját Jeszenszky András ellenzéki frakcióvezető is megköszönte. Az látható az eset számokban, amely az előző években is felmerült kapitány úr által, hogy nyilván a teljes esetszám megszüntetés lehetetlen, ugyanakkor arra figyelnie kell a rendőrségnek, és ez kitűzött célként jelent meg az első beszámolónál is, amikor a szóbeli kiegészítést hallhattuk, hogy az esetszám csökkenjen. Ehhez pedig látható rendőrség kell, és ez nyilvánvalóan jelen van Nyíregyházán, ezt tapasztaljuk egyébként mindannyian. Nagyon fontos az, hiszen az esetszámoknak akár a stagnálásában, vagy a csökkenésében ennek kiemelt szerepe van. Halkóné dr. Rudolf Éva is megköszönte a hatóság munkáját, úgy fogalmazott, a személyes jelenlét visszatartó erő. Óriási dolog, hogy ennyit javult a közbiztonság helyzete az elmúlt években a városban, ezt már dr. Kovács Ferenc polgármester mondta a kapitányság vezetőnek. Tóth Attila majd kiemelte azt is, országos szinten is kiemelkedő térfigyelő kamerahálózattal rendelkezik Nyíregyháza, ez nagy segítség a rendőrség, a közterületfelügyelet és más hatóságok számára is. A közgyűlés csütörtökön pedig elfogadott egy olyan előterjesztést, amely alapján a következő időszakban még tovább bővül ez a hálózat.
Nyíregyházán jelenleg 309 köztéri térfigyelő kamera működik, és még májusban 23 újabbat telepítenek összesen 15 helyszínen. De az emelkedés nem volt mindig ilyen dinamikus. 2010-ig összesen 12 térfigyelő volt a két állomáson és a piacnál. Ma ott tartunk, hogy hamarosan több mint 1500 pásztázza majd a környezetünket a még fokozottabb biztonságérzetért. A kamera mellett azonban meg kell említeni a humán erőforrást is. A közterületfelügyelet plusz 2 fővel ellenőrzi ezentúl a felvételeket. Ezt követően a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023-as beszámolóját ismerhette meg a közgyűlés. Idén 140 éves a Nyíregyházi Tűzoltóság, és ez a tűzoltóság az ország egyik legnagyobb személyi állományával és a leggazdagabb technikai eszközparkjával rendelkező tűzoltóság az országban. A működési területünkön 33 település tartozik, ahol ellátjuk az elsődleges mentő- és tűzvédelmi feladatokat. Természetesen emellett ugye baj esetén működési területen kívül is segítséget nyújtunk, és mindenhol elismerően nyilatkoznak szerencsére a nyíregyházi tűzoltók munkájáról. A beszámolóból kiderült, 2023-ban összesen 1923 jelzés érkezett, ebből 946 darab tűzeset és 977 darab műszaki mentés volt, amely a megyében történt összes káresetnek a 41,6%-a. Az elmúlt év időjárási szélsőségei jelentősen befolyásolták a kialakult káresetek számát és fajtáját. A 2023-as év csapadékban gazdagabb volt, így a koratavaszi és nyári időszakban kevesebb szabadtéri tűzeset történt. A műszaki mentések száma az egy évvel korábbiakhoz képest jelentősen növekedett. A képviselők döntöttek a Fenntartható Városfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtandó Csalóközi csatorna rekonstrukciója című pályázati program elfogadásáról is. A projekt célja a Csalóközi csatorna rekonstrukciója, a csatorna kapacitásának javítása és a csapadékvíz hatékonyabb kezelése, a csatorna medrének rendezése, a vízfolyás rekonstrukciója, valamint a gyeprácsos árok kialakítása és egyéb földmunkák elvégzése, valamint egy átkelőhíd létesítése is megvalósulna. A projekt tervezett összköltsége bruttó 400 millió forint. Majd elfogadták a város 2023. évi költségvetési végrehajtásáról készült beszámolót is, amelyet Varga János könyvvizsgáló részletezett. Megállapítjuk, hogy a beszámoló, illetve a rendelet tervezet az érvényes jogszabályok alapján került összeállításra. Ennek alapján a 2023 évi költségvetés teljesítését 128 milliárd 483 millió 983 ezer 255 forint bevétellel és 115 milliárd 357 millió 833 ezer 591 forint kiadással elfogadásra javasoljuk. A közgyűlés további döntéseiről a nyiregyháza.hu oldalon tájékozódhatnak a városlakók, valamint szombaton 10 órától a nyíregyházi televízió újra leadja a teljes közgyűlést. Már az utolsó simításokat végzik a sipkai és diákok, illetve tanárok az idei város tortáján. A mézes habcsókos diós süteményen közel egy hétig dolgoztak. Televíziónk szerdán látogatott el az intézménybe, ahol bepillantást nyerhettünk az elkészítés folyamatába. Több mint 2500 darab tojásból, 96 liter tejből, 70 kg lisztből, 50 kg citromból és közel egy mázsa vajból készült az idei 3500 szeletes mézes habcsókos diótorta, a város tortája. Az alapanyagok mind szabolcsiak, melyek már múlt hét pénteken megérkeztek. Azóta dolgoznak azon szorgos kezek, hogy egy ízletes süteménnyel kedveskedjenek a városlakók számára. Pénteken beérkezett a nyersanyag hozzá, hétfőn elkezdődött az előkészületek, a kimérése az alapanyagoknak, ugye minden patika mérlegen mérünk le, ugyanúgy, mint egy gyógyszerész dolgozna, nagyon fontos, mert hogyha egy kicsit elmérik, akkor már nem olyan állagú lesz, mint ahogy lenni kell. Szépen kimérték az alapanyagokat, ugye előkészítették azt, amit a citromot lereszelték, a csokoládét előkészítették, és akkor utána történt tegnap a lapoknak a sütése, ugye két rétegből áll, két piskóta felvertből, amely két különböző felvert lesz, azoknak az elkészítéséből,
Ugye ott az egyik nagyon fontos réteg, hogy itt egy ilyen bohém felvert, ami csak tojásfehérjéből készült, tehát a sárgáját ott nem használják fel, és a másik felvertbe fogják belepótolni, amibe kerül majd a fahéja egy kis dióval. Nyíregyházára 271 évvel ezelőtt hívott be telepeseket Gróf Károlyi Ferenc, Petrikovics János, Szarvasi Csizmadia mesterrel. Ez volt a város újratelepítése. Ekkor indult el a mára megyei jogú város a fejlődés útján. Ezt ünnepeljük hétvégén, a születésnapi torta alapja ennek megfelelően a Nyírségben nagy hagyománynak örvendő dió. A süteményt kézzel készítik, az alapanyagok lemérésétől a díszítésig. Ez egy nagy csapat, itt a vezetője Kolonai István mestercukrász, aki megálmodja minden évben 2016 óta, hogy milyen torta legyen, az ízvilágát és felépíti az egész rendszert. Mellette ugye a kolléganők, akik vannak idősebbek, és vannak fiatal, most már nagyon örülünk, fiatal tanárnő, aki beáll és segíti ennek a csapatnak az irányítását, illetve a gyerekek, több mint 200 gyerek dolgozik a héten ahhoz, hogy ezt a tortát elkészítsük, és ugye hát még a technikai személyzetet is meg kell, mert ugye van a kiegészítő, aki nélkül nem lennénk, a takarítónők, a sofőr, a karbantartók, akik mindenki a kezük alá dolgozik azért, hogy ez elkészülhessen szombatra. A finomságot szombaton lehet megkóstolni a város főterén. Emellett egésznapos programsorozat várja az érdeklődőket, amelynek kísérő programja lesz a helyi termékfesztivál is. Este a zenéjé lesz a főszerep, hiszen 19 órakor kezdetét veszi a Kovalszky meg a Vega koncert. Már Nyíregyházán is érezhető, hogy közeledik a nyári szezon. Május közepén megnyitott a tófürdő, június elején pedig a parkfürdő is csatlakozik az évszaktól függetlenül vendégeket váró akváriuszhoz. Az élményfürdő előtti téren pedig május 9-től meg lehet csodálni a speciális fény- és hangeffektekkel teljes szökőkút parkot. A turisztikai attrakciók sorába lépett egyedi szökőkút az idén szezontól függetlenül teljes üzemmódban kínálja az élményt májustól szeptember elejéig. Sóstón a tófürdő nyitása mellett az ország egyik leglátványosabb szökőkútjának indulása is jelzi a nyári szezont. Az élményfürdő előtti téren május 9-től csütörtöktől már meg lehet csodálni a speciális fény- és hangeffektekkel teljes szökőkút parkot. A mintegy 500 négyzetméter vízfelületű szökőkút Európában is ritkán látott dinamikus vízképet képes megjeleníteni. A medencébe összesen 93 darab víz alatti szivattyúval megtáplált fúvókák kerültek, minden fúvókából kilépő vízsugár magassága egymástól külön szabályozható, így rendkívül látványos vízjáték jön létre. A szökőkút másik különlegessége a 8 darab díszvilágítás, amely az ott lévő kandelábereken elhelyezett 2-2 darab kültéri hangszórókból szóló zenét lekövető vízjátékkal kiegészülve páratlan látványt nyújt. A vezérlő az előre felprogramozott zeneszám ritmusára képes a vízjátékot megjeleníteni, így a zene ritmusával összhangban mozgó, csodásan megvilágított vízsugarakat láthatnak a látogatók. A turisztikai attrakciók sorába lépett egyedi szökőkútpark az idén szezontól függetlenül teljes üzemmódban kínálja az élményt májustól szeptember elejéig. A szökőkút már reggel 9-kor beindul minden nap, és este 23 óráig működik. Napközben, amikor kevesebben élvezik a látványát, ugyan felezett teljesítménnyel, de mozgalmasabb alapprogrammal. Ami pedig a zenei blokkokat illeti, délelőtt 11 órától este 22 óráig minden órában elindul valami. Természetesen, ahogy haladunk az este felé, egyre bővebb a kínálat. Még délelőtt és kora délután 2-2 slágerre táncolnak a vízsugarak, gyerek mai és best-of zenékre, később már 6, illetve 8 zeneszám hangzik el. A legbővebb kínálat az este 9-es, ekkor a projektoros vizes kivetítés előtt 10 darra láthatunk különleges víz- és fényjátékot. Idén a zenei blokkok naponként váltogatják egymást, a teljesség igénye nélkül hallhatunk Queen, Bon Jovi, Aerosmith, Imagine Dragons, Hans Zimmer vagy akár a klasszikusok között Vivaldi dallamot. A nyíregyházi belvárosi bevásárlóközpont támogatja a város kulturális értékeit, kiemelve egy érzelmekben gazdag művészeti formát, a festészetet. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit.
45 év és 307 nap szolgálat után nyugállományba vonul Magyar Pál, az Országos Mentőszolgálat Nyíregyházi mentőállomásának munkatársa. Utolsó munkanapján kollégái megköszönték önzetlen hozzáállását, és azt, hogy az elmúlt évtizedekben sokat tanulhattak tőle. Magyar Pált a régi hagyomány szerint bekapcsolt szirénákkal búcsúztatták. 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett egy motor utasa csütörtök reggel az Orosi úton. A motor felborult, mert egy autós szabálytalanul váltott sávot, és a motort vezető férfi ezért hirtelen fékezett. Fékezés közben borultak fel, de a motor vezetője karcolásokkal megúszta a manővert, az utasát azonban kórházba kellett szállítani. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Megkezdődött a fűzfasor vágása, gajazása a bújtosító partján. A fűzfák száraz ágai helyenként balesetveszélyessé váltak, ezért a középtávú fenntarthatóságok biztosítása érdekében koronai fítást végeznek. A hozzáértők szerint az utóbbi időben egyre látványosabban jelent meg a fákon a csúcsszáradás, a belső korona ágak száradása, a taplógomba fertőzés és a tőkorhadás. Az ifító meccés célja, hogy a baleset veszély elhárítása mellett a fa új koronát neveljen, meghosszabbítva ezáltal az idős fák életét. Akadályozzák a kerékpárosok közlekedését a szabálytalanul parkoló autósok a Told és a Malom utcákon. Arra kérik az autósokat, vegyék figyelembe az itt kialakított kerékpársávot. A nyíregyházi belvárosi bevásárlóközpont támogatja a város kulturális értékeit, kiemelve egy érzelmekben gazdag művészeti formát, a festészetet. Mihálka György balatoni triológiájának harmadik képe került csütörtökön délután a harmadik emeleti körfolyosó falára. Három év munkája az a három Mihálka György festmény, melyet a bevásárlóközpont befogadott a vásárlók és látogatók örömére. A kiállítás megnyitó és festményátadó ceremónia része Fekete Adrien és Dienes Robert Psibient stílusban előadott, nagyjából elektronikus zenéje, mely tudatos és szerkesztett, de beépíti az improvizáció lehetőségét is. Korzó elkövetelezett híve ugye a kultúrának, ezen belül pedig ugye a festészetnek. Mihálka György festőművész úrnak most már ugye három gyönyörű alkotását csodálhatjuk meg itt a Korzóban. Méltó helyet kapott, én úgy gondolom, Nyíregyháza szívében a Korzón belül ez a műalkotás, hiszen nagyon egyedi alkotások egy nagyon egyedi festőművész úrral kapcsolatosan, amit naponta több ezren meg tudnak csodálni. Én úgy gondolom, hogy Nyíregyházán nagy szükség is van arra, hogy a kultúrát erősítsük. Egy bevásárlóközpontban meg aktív szerepet kell vállalni abban, hogy az ide érkező fiatal generációnak egy olyan aspektusban tudjuk megmutatni a művészetet, ami egy picit magával ragadóbb. Az alkotó Mihálka György, az Átutazók Művészeti Egyesület spirituális csoportjának tagja, a múltban, a csodák világában talált rá a témára, de nagyon is mai forrás szerint a vízparton. Balaton lellén nyaraltunk, és ott, ahogy átmentünk Badacsonyba kirándulni, ott az egyik ilyen információs portálon olvastam egy legendát, egy badacsonyi legendát, és megdöbbentem, itt is voltak óriások, itt kezdődött a dolog. És akkor utána nyilván üldögéltem a mólón, iszogattam a sört hozzá, napozgattam, a gyerekek rohangáztak, és én közben elkezdtem festeni. És akkor csak így jöttek az ötletek, hogy így ezt így elképzeltem, ebbe a tájba behelyeztem ezt a két, három, öt, tíz, nem tudom mennyi óriást, akik itt éltek, de ugye mondom már az utolsóról szól, de hát nyilván előtte kolóniával éltek itt valószínű, és úgy, hogy szimbiózisban az emberekkel. Élőmese indult el a művész fejében, és megfestette a földanya mellé az utolsó óriást is, akinek kalapja karimájában elfér az egész tó. Nevét is ő Balaton adta. De vajon mit üzen Gulliver unokája az átutazók és szimpatizánsaik számára? Próbáltam meg ide áthozni, vagy kiemelni így a széles nézőközönségnek, ahol hogy az óriásoknak volt egy ajándéka, amit így le is írtam, meg is fogalmaztam, hogy ugye ránk hagytak egyetlen egy dolgot, tehát ők elmentek, meghaltak, elmentek az égbe, ki tudja, mindegy, hogy most van
folytatása az emberi léleknek, vagy nincs, de elmentek, de itt hagytak nekünk egy örökséget, és azt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a harc világában a lehetetlen tett, és ez az érdek nélküli szeretet, hogy ezt hagyták itt nekünk. A három festmény 8x3 méteres méretben készült a műteremben alumínium lemezekre. A mondáknak nemigen lesz folytatása, hiszen a jelen sokkal fontosabb a művész számára. Itt kell megtalálni az életet, azt a világot, ami az érkezés és a távozás között történik az emberrel. A tervek szerint a kiállítás megnyitó után a Vikár Zeneiskola növendékei kapnak fellépési lehetőséget a közeli jövőben a bevásárlóközpontban. Rangos elismerést vehetett át Budapesten a Nyíregyházi Sportcentrum. A klub közösségi sportszervezeti díjat kapott a fővárosban. Utolsó hazai mérkőzését vívja a hétvégén a Nyíregyháza Spartacus. A találkozó után a Kossuth térre várják a szurkolókat, itt vehetik majd át az érmeket a csapat tagjai. Közösségi sportszervezeti díj elismerésben részesült szerdán a Nyíregyházi Sportcentrum a Sport Egyesületek Országos Szövetségének küldött gyűlésén Budapesten. A díjat dr. Dajcs Tamás, a SOSZ elnöke adta át Kőhalmi Rihárdnak, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjének. A sportcentrum számos olyan szabadidős programot szervezett az elmúlt években, mely több ezer embert mozgatott meg. Idén népszerű volt például a nyuszi futás és a fitváros is. Utoljára lép pályára az idei szezonban Balmazújvárosban a Nyíregyháza Spartacus, és mivel a városi stadion a tervek szerint június 30-áig megkapja a használatba vételi engedélyt, így minden bizonnyal az utolsó spari meccs következik a stadionban, mely az építkezés alatt ideiglenes otthona volt a sparinak. Befogadták a csapatot a házigazdák, idén pedig számos győztes meccs helyszíne volt a létesítmény, így aztán szeretne egy újabb sikerrel búcsúzni a gárda a stadiontól. Az ellenfél az Aquitál Csákvár lesz, mely már rég bebiztosította helyét a másodosztályban, a 7. helyen állnak a tabellán. Szoros viszont a középmezőny, a 7. és a 12. között mindössze 3 pont a különbség, így a vendégek számára is fontos lesz a meccs, amely a 15. mérkőzés lesz a két együttes között. Ősszel egy feledhetetlen összecsapáson 7-1-re nyert a Nyíregyháza idegenben. Változott a vasárnapi mérkőzés kezdési időpontja. Az eredetinél 1 órával korábban 16 órától kezdődik a találkozó Balmazújvárosban. A két csapat megállapodott a korábbi kezdésben, melyet az MLS versenybizottsága engedélyezett. Május 19-én a mérkőzés után lesz a csapat bajnok avató ünnepsége Nyíregyházán, a Kossuth téren, mely már 16 órakor elkezdődik a belvárosban, majd 19 órától várhatóan immár a csapat tagjaival közösen folytatódik gólösszefoglalóval, éremátadásokkal, majd 23 óráig tartó bulival. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer, röviden. Sokat javult a közbiztonság helyzete, csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Nyíregyházán, ez derült ki a rendőrség beszámolójából a csütörtöki közgyűlésen. Az idén 140 éves nyíregyházi tűzoltóság is tájékoztatást adott a 2023-as évről, tavaly kevesebb szabadtéri tűzeset történt, a műszaki mentések száma viszont jelentősen növekedett. A képviselők döntöttek az újabb térfigyelő kamerák telepítéséről is, így hamarosan már 330 eszköz működik a város számos pontján. A június 9-i önkormányzati választás előtti utolsó közgyűlésen szóba került még a kőlaposi gyalogátkelőhely kialakítása és a Júlia fürdő is. Már az utolsó simításokat végzik a sipkai és diákok, illetve tanárok az idei város tortáján. A mézes habcsókos dió süteményen közel egy hétig dolgoztak. Televíziónk szerdán látogatott el az intézménybe, ahol bepillantást nyerhettünk az elkészítés folyamatába. Már Nyíregyházán is érezhető, hogy közeledik a nyári szezon. Május közepén megnyitott a tófürdő, június elején pedig a parkfürdő is csatlakozik az évszaktól függetlenül vendégeket váró akváriuszhoz. Az élményfürdő előtti téren pedig május 9-től már meg lehet csodálni a speciális fény- és hangeffektekkel teljes szökőkútparkot. A turisztikai attrakciók sorába lépett egyedi szökőkút az idén szezontól függetlenül teljes üzemmódban kínálja az élményt májustól szeptember elejéig. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!